Három hét pihenőt követően kedden elkezdték az edzéseket a nyíregyházi Tekeklub játékosai. A Szuperliga tavaszi folytatására készülő együttes a jövő hét végén a bennmaradás szempontjából fontos mérkőzésen hazai pályán fogadja a Kazincz Barcikát, előtte azonban még egy felkészülési találkozóvá Szlovenszkijikra. Klubelnök javaslatára jött össze ez a találkozó, azt lehet mondani, hogy nagy szeretettel fogadjuk majd hazai pályán a Szatmár Németi Testvérvárosi csapatot egy ilyen megméretetésre. Elsősorban az volt a célunk, hogy a bajnokság tavaszi rajtjára felkészüljünk, és azért több játékos is már dubóállásba lépessen, ne csak egy edzés formájában, hanem már valóban élesnek mondható küzdelembe, és ennek volt az ötlete az, hogy akkor a csapat nagy része az mindenképpen hazai pályán egy nagyon fontos felkészülés. A nyíregyházi játékosok közül ketten, Kastyura Zsolt és Finta Zoltán, a hagyományos szegedi világranglista versenyen lépnek dobóállásba. A több mint 100 tekézőt számláló mezőnyben jó néhány világbajnok is megmutatja majd tudását. A teke világ krémje megjelenik majd. Végül is nekünk ezt már októberben le kellett foglalni az indulási helyeket, úgyhogy mindenképpen nagyon várjuk már, hogy oda elutazunk, és valóban a legjobb játékosokat ismételten megnézhessük. Azt lehet mondani, hogy nem elég a bajnoki mérkőzésen látni a nagy játékosokat, jó még ilyenkor is újra a világelitet megnézni, illetve azt lehet mondani, hogy egy kicsit megmérettetni magunkat. Hozzáteszem, hogy a legjobb 16 másnap rádob majd a vasárnap napi döntőbe. Azt lehet mondani, hogy nem sok esélyünk van oda bekerülni, de bízunk benne, hogy azt lehet mondani, az első 50-be, ha beférkőzünk a Zsolttal együtt, akkor az már mindenképpen egy nagyszerű szenzáció lenne ez tőlünk. A Szatmár Németiek elleni csapatból még egy játékos hiányzik, majd Mogyorósi Péter egy egri versenyen csiszolhatja a bajnoki folytatás előtti formáját.